Dresznel József 1975 óta szolgál tűzoltóként. Azt mondja, egyértelmű volt, hogy ezt a szakmát választja, mert szeret segíteni másokon. Csillogó szemekkel emlékezett vissza arra is, miként építették meg a bátaszéki tűzoltóság egykori épületét. Kaptuk ezt az épületet, de ezt fel kellett újítani, és akkor kellett hozzáépíteni ezt a garázsort, és akkor ezt én megálmodtam a kollégámmal, Péter Józsi bácsival, és akkor meg is valósítottuk a puszterünkből. Kinőttük, ugye először a Kossuth-Lajos utcában kaptunk az önkormányzattól egy is létesítményt, amiben egyszer fért el. Ugye a végén annyira a géppark megnövekedett, hogy kicsi lett már a helyünk, létszám is növekedett, mint vonulós tűzoltóké, és akkor a város úgy döntött, hogy visszavásárolja az a régi tűzoltószertárt, és akkor ezt 2002-ben sikerült is nekik visszavásárolni, akkor mi nekiálltunk felújítani az első részét, és akkor 2003-ban pedig megépítettük a raktár, a garázsort itt hátul. Dresznel József több mint ezerszer ült már be a tűzoltó autóba. Hivatását komolyan veszi. Az volt az egyik legnagyobb élménye, amikor 2 évvel ezelőtt a szomszédból szaladtak át segítségért, mert egy nő rosszul lett. Ő élesztette újra. 2 évvel ezelőtt volt egy sikeres újraélesztésem, ezért nagyon sokan megálltottak az utcán és megköszönték. Hallottam a szomszédba, valami baj van. Azt hittem, hogy tűzeset vagy a konyhába kigyulladt valami, de ha nincsenek benne, akkor is vagyok már rutinos, hogy ezt egyedül is meg tudom oldani. De közben átszaladt a fiatalem, és mondja, hogy a néni rosszul lett. De hát nem is ad életjelet semmi. Ez hasonlott. Akkor mondom, hogy gyorsan hívd a mentőt, én meg szaladtam bele át, és akkor láttam, hogy mi van. Megnéztem, van egy pulzus, meg van egy lézis, de már nem volt semmi. És akkor ugye itt kint volt a teraszon, akkor bevittük a szobába, lefektettük a padlóra, és újra kezdtem éleszteni, és két és fél percen belül sikerült visszahozni a élők sorába. Maximalista vagyok minden téren, hogyha az ember elvállal valamit, akár önként, vagy akár hivatalból, vagy bármilyen egyéb másból, azt maximálisan próbálja végezni, vagy teljesíteni. Május 4-e Szent Flórián napja, aki a tűzoltók védőszentje. Ilyenkor a lánglovagok előtt tisztelgünk. A kiemelkedő munkát végzők elismerésben is szoktak részesülni. Bátaszéken nagy hagyománya van a Szent Flórián napi ünnepségnek. Idén ezt egy későbbi időpontra tolták. Eltelt megint egy év, és sikeresen telt, és még együtt lehetünk, illetve mindig úgy gondolunk itt Bátaszéken magára, Szent Flóriára, hogy valóban véd bennünket. Tehát mindenki szemében, illetve lelkében ott van, hogy igenis van velünk valaki, amikor egy-egy kár esetnél, egy-egy komolyabb tűzesetnél úgy érezzük, hogy van egyfajta védelem, és ez lelkiekben nagyon-nagyon fontos, és erőt ad ahhoz, hogy bármilyen nehezek is a körülmények, bármilyen nehezek is a káresetek, bármilyen szörnyűséget is látunk esetleg egy káreset alkalmával, tudjuk ezt a munkát tovább folytatni. A tavalyi év az káreseti számokat tekintve nagyságrendileg egy 25%-kal volt kevesebb káresetünk. Keresjük még az okát, nagy valószínűség szerint itt a járványügyi helyzet is közben játszott, hiszen a bizonyos megszorítások és korlátozásoknak köszönhetően mondjuk azt, hogy a műszaki mentés javarésze az éjszaka történt, és így, hogy este 8 és hajnal 5 óra között a forgalom az jelentősen gyérült, így kevesebb balesettel találkoztunk, hál' Istennek. Tűzeseti adatszámokban azok nagyságrendileg stagnáltak, tehát a tűzeset, mintegy 45 tűzesetet számoltunk föl, és abból a közel 90 káreseményből a fennmaradó része volt műszaki mentés. Annak ellenére, hogy a Tűzmegelőzési Bizottság minden évben csinál jelentős kampányokat, amivel fölhívják a lakosság figyelmét. Én azt gondolom, hogy mindig az emberi hanyagság az, ami miatt egy-egy kémény begyullad, vagy esetleg találkozunk egy nádas vagy egy tarlótűzzel. Kicsit tudatosabban kellene az embereknek élni ezen a 210 négyzetkilométeren is, ahol mi a feladatunkat ellátjuk. Több fejlesztés is történt az elmúlt időszakban a bátaszéki tűzoltóságon. Hosszú-hosszú csata, mondhatom, hogy csata után sikerült megvívnunk, és tudtunk létszámot bővíteni. Nagyon nagy segítségre volt ebben mind a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása, illetve maga a Tolnamegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korábbi 8,5 főről 12 főre tudtunk bővülni,
ami rengeteg változást mond maga után, itt a laktanyai életben is, és egyáltalán a személyi kérdésekben is. Teljes mértékben megváltozott a szolgálatszervezésünk, ami annyit tesz, hogy addig, amíg korábban a híradóügyeletes, illetve a szolgálatvezető volt bent a laktanyában is, a másik két fő, aki a gépjármű fecskendővel vonul, otthonról készállítet adott, most már meg tudjuk azt tenni, hogy hétfőtől péntekig mindig négy fő bent van a laktanyában. Ezzel nagyon sokat javítottunk a hatékonyságon és a gyorsabb kivonuláson. Sajnos azt még nem tudtuk megoldani, hogy a hétvégék is így teljenek, de ott is törekszünk arra, egységesebbé váltak a készenléti óra számaink is. A Flórián napi ünnepséget is meg szeretnék majd tartani egy későbbi időpontban. Abban a pillanatban, hogyha a vírushelyzet engedi, természetesen a Flórián napot szeretnénk megünnepelni szélesebb körben, a korábbi hagyományokhoz hasonlóan misével, illetve a templomkerti fogadással, ahová Bátaszék és környék lakosokat meg szoktuk ilyenkor vendégelni. Ezt mindenképpen szeretnénk bepótolni. Ha a fejlesztésre gondolunk, ugye nagyon jó pályázati évet írtunk, hiszen jelentős kiegészítő támogatások érkeznek a Bálta-Széki tűzoltóságra. Bízom benne, hogy közel 4,5 millió forint értékben tűzoltó szakfelszerelések fognak érkezni, illetve ami nagy büszkeségünk az az, hogy a két korábbi öreg, közel 42 éves gépjárműfecskendőt le tudtuk egy fiatalabbra cserélni, egy 97-es évjáratú gépjárműfecskendőre, illetve érkezett hozzánk ugyan nem az idei évben, hanem tavaly egy Volkswagen Amarok típusú terepjáró, ami viszont szintén a hatékonyságunkat és a gyorsaságunkat tudja elősegíteni.